Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves vendéget és utagot. Nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat, és velünk együtt ünnepelnek ezen a mai napon. Klubunk szentelése alkalmából, illetve hogy együtt megemlékezzünk és tiszteletünket tesszük Árpádházi Szent Erzsébet, a Karitas védőszentje, a szegények és a betegek oltalmazójának alakja előtt, akinek egyben a klub is a nevét viseli. Köszöntöm Markó Tíme polgármester urat, Révi Attila. Révi Attila képviselő urat, Őzügyi intézményvezető asszony, természetesen nem utolsó sorban Hordás Péter plébános urat, aki elegetével tiszteleteljes kérésünknek eljött ma hozzánk, és az új klub épületének falait elvállalta tiszteleteljes kérésünket is megszenteli, illetve egy pár mondat erejéig felelevenítjük Szent Erzsébet életútját, illetve jó cselekedeteit. Nem tudom, esetleg polgármester úr szeretne egy pár szót szólni. A másik klub az nyilván tágasabb volt, de annak a működtetése olyan akadályokba ütközött, amit mindannyian tudunk. Az akadálymentesítését azt nagyon nagy nehézségek árán lehetett volna, vagy talán nem is lehetett volna elvégezni. Éppen ezért még az előző önkormányzat vásárolta ezt az ingatlant, hogy minél közelebb legyen a már megszokott klubhoz. És azt gondolom, hogy az sem egy hátrányos helyzet, hogy talán a templom tőszomszédságában van a klub. Körülbelül egy jó év kellett ahhoz, hogy minden munkát el tudjunk végezni, vagy az önkormányzat el tudja végezni. Legutolsó művelet most a nyár végén a fűtés kialakítása volt. Én azt kívánom önöknek, hogy ezen a helyen is érezzék jól magukat, és látogassák továbbra is ezt a klubot, hiszen a napközbeni együttlét az egy nagyon fontos dolog minden ember számára, meg az is nagyon fontos, hogy egy közösséghez tartozzon, és én úgy tudom, hogy ez a klub az egyik legjobban működő kis közösség a Törökszent Miklósi nyugdíjasok körében. Ez jó. Igen. Nagyon örülök, mikor így együtt látom önöket. Nagyon örülök, mikor azt hallom, hogy jól érzik itt magukat. Én nagyon jó egészséget kívánok, járjanak be hozzánk sokat, áldja meg a Jóisten önöket, és áldja meg a Jóisten a klubunkat. 20 éve már, hogy megnyitott a kapuit ez az intézmény, 20 év történéseit sokak emlékezetében élnek, hiszen vannak klubtagok, akik egészen a nyitás óta kezdetektől velünk vannak, illetve vannak olyanok, akik ugye az elmúlt évek során csatlakoztak hozzánk, ez a kis közösséghez. Számunkra is rengeteg élményt és emléket őriz a Kálvária épülete, de azt szokták mondani, hogy ahol bezárul egy ajtó, ott kinyílik egy másik. Idén nyár végén lakat került erre a bizonyos ajtóra, de köszönhetően a város vezetőinek és intézményvezető asszonyoknak új klubhelyiséget kaptunk. Természetesen igyekszünk családias és kellemes környezetet biztosítani minden egyes tagunk számára, akik azóta is töretlen lelkesedéssel támogatnak és járnak hozzánk szívesen. Reméljük és kívánjuk, hogy legalább annyi örömben és élményben gazdag évet tölthessenek el itt, mint az előző években és az előző helyiségben, és amelynek használatáért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a római katolikus plébániának. Ki volt Szent Erzsébet? Soha nem gondolt arra, hogy szent lesz. Derékembernek volt a asszonya, szívből szerette, s boldog volt vele nagyon. Gyermekként, fiatalon. Egy szív, egy lélek, kéz a kézben. Arcán a mosoly nem hervadt el soha. Három kis szempárt zárt le esténként a csókja. Ez volt a legdrágább kincse. És mint forrás, ha vízzel telik, kiárad. Szelíd, kristályos ér lesz belőle, szolgál másokat, amerre jár. Ő így szeret, szolgálja az árvákat, szegényeket, az elesetteket. Az Isten élteti, erőt ad neki munkájához, őt imádja, s mondja ki minden szavával nevét. Övé a kéz, ha simogat vele. S mint így, ha baj van, hozzák félre halál hírét.
Nem jajdul fel! Meghalt a világ, mindennek vége. Önként vállalt munkáját, ő ezután még nagyobb odaadással végzi. Egy nagyobb kerek világ érdekében. És mivel szereti, megért Isten. Mint ahogy a gond, a bánat nem érti, miért van. Az Isten jó, környezetében egyre hangoztatja azt. Nem tett ő semmit különös nagyot. Csak szeretett, és mindig adakozott. Gyámolította a rászorulókat. Komolyan vette Krisztusunk tanait. Hálával emlékezünk mindannyian cselekedeteire. Szeretettel köszöntjük közelgő neve napja alkalmából, tiszteljük, egyben külön tiszteletünket fejezzük ki a katolikus plebániának, a Caritas élő minden összes dolgozójának, azért a tevékenységért, amit az emberiség tesznek. Köszönjük még egyszer. Ó, nagy asszony, nemzetünk reménye, rád szegezzük könyvtelt szemeink, vesz mindult István öröksége, szép kerterben hős reményeink. Száj közénk is, sírj te is velünk, vigasztald is, menj meg nemzetünk. Ifjúságunk, ó fehér virága, porba hullott, alszik szent hite, hőszerelmed, s szereteted lángja, nem hevít kihűlt magyar szíved. Szép nagy asszony, sírj te is velünk, könnyeiddel mentsd meg nemzetünk. Ó, magyar nép, apraja és nagyja, ölts magadra bűnbánó ruhát, mély kesergő fájdalmaink jajja, mentse meg a szenvedő hazát. Szép nagy asszony, sírj te is velünk, vigasztald is, mentsd meg nemzetünk. Szép nagy asszony, sírj te is velünk, vigasztald is, mentsd meg nemzetünk. Bándi Oladár, Szent Erzsébet betege. Koldús jöve, lázban ván szorogva, botra támaszkodva egy téli délután. Testén fekély, keze gyenge csonka, bú árnyék a felhős homlokán. A várnép messze elkerüli, irtózva fut tőle a cseléd, a koldusnak lepergő könnyei nem hatja meg senkinek szívét. Az udvarban összeroskad végre a fáradtság és a kín miatt, ott öntözi sebeinek vére a szegényes, vékony rongyokat. De ki az, ki lehajlik szelíden föléje, mint égnek angyala? Simogatja könnyes arcát szépen, s vigasztalón imídzenk szava. Jöjj velem, te szegény elhagyott hát, hadd kötöm be égő sebedet, felderíteni bánatot homályát, s ott leszek, míg megenyhülsz vele. S a beteget felsegítve lágyan bevezeti a vár asszonya, de már nincs hely a palotában,
Betegekkel telt minden szoba. Nincs egyéb, csak édes férje ágya, nyugvó helyet abban vett neki, s ha bár urát messzi útról várja, a koldust az ágyba fekteti. S ápolgatja, mosogatja szépen, délutántól öreg estelig, s az óra éjfélt kondul éppen, a kifáradt gróp megérkezik. A cselédek noha összesúgnak, uram, ágyad vérrel szennyezett, nincs egy kamra, hol tört, tagjaidnak készítsünk egy kis helyet. Te fáradsz, míg kün a zivatar zúg, hogy boldogíts népedet s hazádat, s ím mámod számodra nincs egy nyugalmas zug, idegenek lakják váradat. Dühösen ront a gróf a szobába, nejét durva szókkal illeti, s hogy megnézze, kifekszik az ágyban, a redőket zordul szétveti, s elsáppad a gróf, remeg az ajka, szívérben megáll a vérfolyam, az ágyban a párnákba takarva, a megváltó vérző teste van. Ott van még a szegek helye is rajt, s a fején a tövis korona, s a panaszos fohászra megnyílt ajka, mintha szelíd búval szólana. És Erzsébet ott áll szótlan ajakkal, feje fölött égi fény ragyog, tédre hull a gróf, s fönn boldog arccal mosolyognak a kis angyalok. Szent Erzsébet szenvedélyesen szerette a férjét, és ráborul a koporsójára, és zokogva sír. Tehát Erzsébet szenvedélyesen, ahogy az Isten szerette, legalább annyira szenvedélyesen szerette a férjét. Ezért mond ellent a császárnak, amikor az arra kér, hogy legyen a felesége. Menjen férjhez újra, és ő akkor már ugye Jézus Krisztust választja. Hát én ezt kívánom itt mindnyájunknak, idősebbeknek is, fiatalabbaknak is, hogy vegyük komolyan az Úr hívását, és legyünk szentek, még ez rám is vonatkozik, nem is ártana, és hogy szenvedélyesen szeressük azokat, akiket a Jóisten ránk bízott, elsősorban ugye a házastársak, vannak itt még fiatalabbak is, mert a világ az teljesen más sugal, ugye, hogy szeresd, amíg jól esik, aztán keress egy másikat. De Erzsébet ezzel nem így volt, hanem hűséges maradt a férjéhez a halálában is, és csak Jézus Krisztust helyezte elébe, és utána őt. Tehát ez a szenvedélyes szeretet legyen meg bennünk. És örömmel jöttem én is ide, hogy ezt az új épületet megszentéljük. Köszönjük, hogy mi is hozzájárulhattunk eddig, bár nekem ebben nem sok részem volt, hogy a épületünk egy részét tetszettek használni. Ha jól emlékszem, 20-21 nehány évig? Igen. 20 évig. Hogy ez egy kicsit szűkebb, akkor családiasabb is lehet. Bízunk benne, hogy itt is ugyanolyan jól fogják érezni magukat, mint a másik helyen. És ahogy a polgármester úr említette, azért a templom szomszédsága az megmaradt, és ezzel is lehet érezni azt, hogy a keresztény ember, ahogy szoktuk mondani, sosincs egyedül. Mert igaz, hogy ha sokan hazamennek, akkor nincs kihez szólni talán, így ember közelbe, mert egyedül laknak otthon, de ha Jóisten velünk van, akkor nincs semmi probléma, forduljunk hozzá bizalommal, és keressük az ő társaságát, az imádságban és egymásban. Akkor ezekkel a gondolatokkal fölidézve Szent Erzsébetet is egy kicsit meg a keresztény életünkhöz egy kis bátorítást adva kérjük erre a házra, erre a hajlékra Isten áldását. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békessége háznak,
Könyörögjön. Urunk Jézus Krisztus, alázattal lépjük át te hajlék küszöbét. Költözzék ide velünk együtt örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék e helyről a gonosz lélek ártalma és minden gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk, áld meg, amit teszünk, és maradj velünk mindörökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Könyörögjünk, hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyán, örök Isten. Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse és látogassa ennek a háznak minden használóját, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mindenható örök Isten, te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikből emlékezve szent életük példájának követésére buzduljunk. Kérünk, áld meg ezt a szobrot, melyet Szent Erzsébet tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add kegyelmedet, hogy akik ezelőtt a szobor előtt Szent Erzsébetet könyörögve kérik és tisztelik, az ő érdemeiért nyerjenek oltalmat itt a földön, és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A hármaszámú idősek klubja most már elmúlt 20 éves működését tekintve, és lehet, hogy az évforduló alkalmára, de most egy új épületbe költözhetett, nem is olyan messzire a régitől. Mi volt a szerepe ebben az önkormányzatnak? Ugye önkormányzati vállalt feladat ellátása, a nyugdíjas otthonok napközi ellátás biztosítása. Az oka az volt, hogy a régi helyén ez az egykori Hunyadi úti általános iskolának volt egy kihelyezett intézménye még a 70-es, 80-as években. A régi katolikus plébániának a nyugati része, nyugati oldala. A költözés oka az volt, hogy az ingatlant kötelezően akadálymentesíteni kellett, és azon a részen az akadálymentesítés az olyan fizikális problémákba ütközött, amit az önkormányzat egyszerűbbnek látott azzal megoldani, hogy egy új ingatlanba költözteti a nyugdíjas otthont, és gyakorlatilag a mai napon ennek az új klubnak a hivatalos felszentelése, hivatalos átadása történt meg. Az önkormányzat megvásárolta még az előző években ezt az ingatlant, felújította, átalakította. Most legutóbb a fűtést alakítottuk ki benne még szeptember elején, és akkor ezzel egyidejűleg már a működési engedélyt megkapta. Az épület, beköltözhettek a itt lakó, vagy itt közelben élő, közelben lakó nyugdíjasok.
és itt megköszönjük a Római Katolikus Egyházközségnek azt a segítséget, hogy 20 éven keresztül biztosított helyet az önkormányzat számára a szomszédos volt plébánia épületben. Uniós szabványoknak kellett megfelelni, uniós pályázat volt-e rá, vagy önerőből kellett ezt megoldani az önkormányzatnak? Nem, ezt önerőből oldotta meg az önkormányzat. Uniós pályázat ebben erre a célra nem volt kiírva. A szabályok azok pedig a magyar előírások vonatkoznak az épületre. Tűzvédelmi szempontokat kellett elsődlegesen betartani, az ágazati szabályokat, ami egy ilyen napközi otthonnál előírások a helyiségekre vonatkozóan, illetve akadálymentesnek kellett lenni az épületnek, és itt ennél az ingatlannál az akadálymentesítés sokkal egyszerűbb volt, mint a másiknál. Milyen érzése az új épületbe költözni? Nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, annál is inkább, hogy ugye egy intézményvezetőnek mindig az a legnehezebb, amikor vagy szakmailag, vagy egyéb módon nem úgy működik, ahogy a felette szervek elfogadják, úgyhogy nagyon megnyugtató és kellemes érzés, hogy eleget tettünk a felette szerveinknek is, ez az idősek klubja már teljesen megfelel a jogszabályi előírásoknak. Nagyon jól érzik itt magukat, az idősek sikerült úgy beilleszkedni, hogy tényleg otthon érzik magukat, és hát ehhez nagyon kellett az önkormányzatnak a támogatása, a polgármester úrnak a pozitív hozzáállása, hogy minél hamarabb át tudtunk költözni. Azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk, egy nagyon vallásos közösségről van szó, és amit mondott benne Péter atya is, hogy közel maradtunk a templomhoz, és tényleg azt tudom mondani, hogy eleget tettünk az elvárásoknak, és az idősek is nagyon jól érzik magukat.